Velem egy felvétel fog lenni, le is állítom a livestream részét, illetve megy a felvételezés. Arról van szó, hogy a mai téma az lett volna, az is, hogy nem kell tilos nézni filmeket, sorozatokat, HBO Go-t, Netflixet, meg főleg ilyen YouTube-on trendy videókat, aminek semmi értelmese nincsen. Meg Facebookon főleg másokat nézni. Ez egy nagyon komoly betegségnek a jelei. Maga az egyének nincsen önbecsülése. Lehet, hogy Facebookon töltögetek. Most viszont megyünk a streamre. Önbecsülés. Valak ilyen oldalak. Önbecsüld magadat! Ez mind-mind fölösleges. Nyilvánvalóan így normálisabbak. Azok nem folyton Facebookoznak. Be is vagyok most jelentkezve, és vannak fel a videók. De én a másikat nem nézegetem folyton. Mit nézek másikokon? Mi oly fontos, hogy a másiknak megvan? Nagyon sokan odaig vannak, nézik a másikat. Értogálnak, posztolgatnak, és figyelik nagyon, hogy mi is fog velük lenni. Történni! Hogy komoly gondjaik vannak, az azt teszi, azt jelenti, hogy a virtuális világban éli ki magát, még mások nézegetésével. Én már több mint 3 hónapja nem nézek se filmeket, se sorozatokat, se játékstreameket. Mai nap semmilyen YouTube által generált videót, se Facebookot másvak nem néztem. Le lehet szokni mindenről. De is kell szokni. És vannak ilyen szolgáltatások. Netflix. Csak bérom. Valaki megveszik ezt, hogy nézne filmeket és sorozatokat. Ez annyit tesz ki, hogy annak az egyének nem tudja a szolidejét lekötni. Semmi másra sem. Nézek helyette filmeket és sorozatokat. Jaj, de okos leszek. Nagyon, nagyon okos fogtok lenni. És nem veszik észre, hogy a tévé sokkal jobban, nem csak a tévé, hanem a virtuális világ az agykapacitást sokkal jobban el tudja rontani, megrontani, mint a kokain, a heroin, meg a vízipipálás. Hogy ezt nem fogjátok semmikor se észrevenni. Mert én tudom azt, hogy nem fogjátok. Ti úgy lettetek benevelve, hogy rá lettetek szoktatva a virtuális világra. Nézzünk mi is a virtuális világ. Itt van a virtuális világ. Valóság. Nagyon sokan vannak, írtak ilyen
Nincs nagy értelme, amit keres a Google. Ilyen első dolgokon, hanem ahol vannak értelmesebbek, azok mindig az utolsó oldalakon szoktak lenni. Reflexióik. Ilyen cikkbe lesz most olvasva. El van a keredve, mi a kipper. Geográfia, az, hogy lett internet. Hálózatok. Való felépítések, és itt leírja. 14 oldalas. Ír egy ilyen bemutatót. Már 1998-ban is látszott rajta a veszélyei. Most meg egyszerűen beolvasszák az oktatásba is. El vannak keveredve a veszélyekkel. Internetezés volt. Most ez lesz a mai livestreamnek a témája. Még egy téma. Veszélyes az internetezés. Voltak ilyen előadások, még jól emlékszek. Valótlan helyzeteket mondtak. Nem azt mondták, hogy önvédelmet, még egy pár kés bicskát kell tartani, hanem a félelmet. Hogy féljetek. És meneküljetek. El. Meneküljetek! Ne álljatok szóba, idegenek! Ki tudja, mit akar tőletek? Kezdhetnénk ott a gondolat, a bajt. Hogy valaki ahhoz jut, hogy idegenekkel áll össze, annak komoly gondjai vannak. Én idegenekkel nem szoktam összeállni. Nem ilyen értelemben. Tudom, a legfontosabb mindig kell tudni a helyzeteket. Mit csinálsz te? Ha valami idegennel látsz. Nagyon sokan nem tudnak a késsel jól bánni. Nem tudnak, hogy mi a helyzetek. Milyen reflexióból ütni, verhekenni. Komoly gondjaik vannak. Hát, el lehet rajta gondolkodni ilyen tudományokon. Mennyire is veszélyes, mert mennyire nem. Ez az a tudás, mint vannak a migránsok is. Nagyon sokan szalannak, menekülnek. Tőlük. Náluk a menekülés azt jelenti, ha jól tudom, a félelmet. És ha nagyon látszik rajtuk a félelmet, akkor jobban szeretnek támadni. Nem annyira kell félni, hanem neked kell saját önmagadat megvédeni. Tőlük, ha netán rátámadnak. Ez így szokott lenni a valóságban. Nem pedig lenníteni. Ijeszgetnek. Júj! Lesz az interneten a verseny! Mi lesz, ha lenézik a YouTube-on a videóidat, rajta fog maradni az interneten, mint öröki, hogy mit csináltál? Jó, rajta fog lenni! Nagyon félek, nagyon! Nagy hülyeség az egész. Aki mindentől fél, komoly gondjai lehetnek annak is. És a félelem. Félelem. És nagyon fél a nő valamit. Attól fél a nő, értem valakit. És itt van félelem.
Nagyon félünk mindentől. Valamitől. Ez ilyen másik témáról szó, nem pedig lenne a mai felvételezésem. Már kávé. Már 10 percig tart. De én tudom most azt, hogy ti nem fogjátok el tudni sorolni azt, ami a 10 percben volt. És én tudom, hogy mi volt. Hogy mit is mondtam 10 perce ezelőtt. Nagyon soknak még az nem megy rövid távon, hogy mit is mondott el. Legelsőnek elmondtam azt, hogy én már 3 hónapja nem néztem semmilyen filmet, se sorozatot. Ráadásul mai nap nem néztem semmilyen YouTube által generált virtuális világot. Meg Facebookon senkit se. Még akkor volt arról szó, hogy mi is volt a Netflixen. Meg az HBO-kon, arról nem volt a Netflixen. Volt szó, hogy nagyon sokan befizetnek arra, és azon élik ki magukat. Akkor a következőleg az volt, hogy nagyon sokan utoljára az volt, hogy félnek, de azelőtt az volt, hogy volt a migránsoktól való félelem is. És itt van, hogy már voltak az internetnek a veszélyei. Ott azról volt szó, hogy mennyire veszélyes, milyen idegenekkel állnak össze, mely is így, meg amúgy is. Volt azelőtt volt a virtuális világ. Nem, a legelsőnek volt a haladik téma, volt a virtuális világ, mennyire is veszélyes tud lenni, mert 1992-ben észrevették a veszélyeit, hogy mennyire is veszélyes. Ilyen kibernetikai hálózatok képítése nem veszélyes a valóságban, minden az egyéntől függ. Mennyire is tud az egyén ellenálló lenni. Netán arra mennek, hogy ne legyenek azok, féljenek mindentől, és ez valakiknek jó. Ilyen hatalmi szerveknek nagyon jó ez. Félnek. Nem tudják, mitől félnek, de félnek. Azok mindig félni is maradnak. És erről volt szó a mai livestreamben, élő adásban. Nem is volt élő, egy felvételezés volt. Hogy én tudom azt, hogy ti nagyon féltek. Aki fél, annak komoly gondjai vannak. A félelmet okozza az is, hogy mit csinál, az majd a következő videóban lesz szó róla. Köszönöm ismét a